Mint arról beszámoltunk, a Paksi FC labdarúgó csapata hétfőn megtartotta a tavaszi szezon kezdet előtti sajtótájékoztatóját, akkor az egyetlen új igazolás Hajdú Ádám ült a vezetők mellett a hosszú asztalnál. Másnap az átigazolási időszak utolsó óráiban újabb érkezőről számolt be az OTP Bank Ligában szereplő klub honlapja. Mindenképp kerestünk egy erőcsatárt, ebbe azért hiány cikk van a magyar futballban is, és már egy ilyen 3-4 hete felvettük az Alegerszeggel a kapcsolatot, jeleztük az Alegerszegnek, hogy akkor szeretnénk kölcsönvenni, ők pedig kértek egy cserejátékost erre az időszakra, úgyhogy Kovács Gábor szemébe ezt megtaláltuk, végigbeszéltük a Gáborra, Gábornak is egy nagyon komoly lehetőség, hogyha ezt a fél évet kihasználja, akkor újra vissza tud kerülni a vérkeringésbe, úgyhogy ebbe a cserébe maradtunk, és reménykedünk benne, hogy Daru Bence gólokat fog itt rúgni tavasszal. Daru Bence legutóbb az Alegerszeg színeiben a másodosztály gólkirálya lett 22 találattal. A 22 éves csatár 194 cm magas, és eddig még nem szerepelt élvonalbeli mérkőzésen. Nevelő klubja a Budapest Honvéd volt, mégis a PFC-nél debütálhat az NB1-ben. A tavalyi extrémen jól sikerült szezon volt, de én képesnek érzem magam azt, hogy az NB1-ben is hétről hétre jól játszak. Nyilván egy csatár életében azt a gólokkal lehet igazolni. Én már többször játszottam NB1-es csapat ellen, többször sikerült gólokat is lőni. Igaz, ezek barátságos meccsek voltak, és felkészülési meccsek, és nyilván más a hangulata egy NB1-es tétmeccsnek. De én érzem magamban annyi erőt, hogy ez nekem menjen, és én nagyon motivált vagyok, mert én kicsit ezt ilyen hiánynak érzem a karrierem szempontjában, hogy még nem sikerült eljutni arra a szintre, hogy NB1-be játszhassak, úgyhogy én nagyon várom ezt a fél évet. A játékos bokatörése után már teljes értékű edzésmunkát végez. Terhelhetőségéről a Paksi FC csapatorvosa dr. Mohácsi János is meggyőződött. A tervek szerint 2-3 héten belül újra 100%-os állapotban lesz, és eredményes játékkal győzheti meg a klubot. Érdemes volt az Atomvárosba csábítani. A Paksi FC az első tavaszi fordulóban Gyirmóton vendégszerepel. A mérkőzést február 18-án szombaton 15:30-kor rendezik, melyet az M4 Sport Televízió csak az interneten közvetít élőbe.